2015. decemberében első alkalommal hívta életre a Győr Szól és a Győr Plusz Média kukaberci földlabdás fenyőfa árusító akcióját. A cél egy környezettudatos szemléletmód kialakítása volt a tűlevelűek újrahasznosításával. Ezzel azonban még nem ért véget a jótékony projekt. Volt egy olyan része is ennek a dolognak, hogy kukaberci visszavásárolja a fenyőfákat, és a visszaadott fenyőfánként visszaadott 500 forintot a kedves vásárlók felajánlhatták az állatmenhelyen élő kis barátoknak. 22-en gondolták úgy, hogy a visszakapott összeget felajánlják a jó ügy érdekében. Ezt az adományt a Győr Plusz Média kiegészítette, így 50 ezer forint került a menedékhelyen élő négy lábúakhoz. A menhelyet üzemeltető alapítványnál érthetően örültek a támogatásnak. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, minden segítség nekünk nagyon fontos, hiszen az ország egyik legnagyobb állatmenhelyét tartjuk fenn, és igyekszünk évről évre fejleszteni, ebben az évben is számos fejlesztést sikerült elvégeznünk. Minden adomány, ahogy említettem, nagyon fontos. Magánszemélyek, vállalkozások is több-kevesebb gyakorisággal, de azért rendszeresen tesznek felajánlásokat. Igazából az 1% mellett a másik nagy bevételi forrás, vagy jelentősebb bevételi forrás az alapítványnak az adományok, felajánlások, amiből tudjuk működtetni az egész szervezetet. A működéshez nélkülözhetetlenek a különböző fejlesztések. Az állatmenhely egyik nagy projektje, a macskaház építése jelenleg is zajlik. A macskaház kivitelezésébe fogtunk bele, egy négy blokkos macskaház alapjait raktuk le, ebből két blokk meg is épül idén, hogy kalkulálunk a befejező belső munkák, fűtés, külső kennel elkészítése március közepére, végére, tehát a tavaszra befejeződik. Ezzel felszabadul a kórházblokk melletti macskaszobánk, ott pedig egy kórházblokkot, mint egy befejezendő, egy betegszobát alakítunk ki. Emellett befedik a hátsó keneleket, növelik a raktárkapacitásukat és folyamatosan bővül a belső járdahálózat. Kukaberci adománya tehát jó helyre került, de aki kedvet érez a négylábúak gondviseléséhez, az önkéntesként bármikor besegíthet az állatok ellátásába, akik szeretetükkel garantáltan meghálálják az odafigyelést.